asszaszni emberek, mi szeretnék, mi lesz a mai duma? Vannak ezek a... Ez a csodaterméknek mondott ilyen... ilyen csodaszerek, amikkel például, sokszor szóltam én is, hogy például a fölteszed, van ilyen izom... olyan termékek, amelyik... Bocsánat, csak közben Facebookon kapcsolva. Olyan termékek, amik ugye, hogyha ha mondjuk beszeled vagy használod, akkor olyan kockás összed lesz, hogy minden nő után fog fordulni. Szeretnék ezeknek mondani ezeknek, akik ilyen fasrakat elhisznek, hogy tényleg ezek működnek. Meg az ilyen izék, ilyen... hogy is hívják, hogy ilyen bogyók, meg halál tudja még mik, hogy azt hiszed, hogy, hogy ez ettől fogsz lefogyni, meg ettől fogsz ilyen babán nézni ki, hanem nem attól leszel olyan top, hogy például edzesz például, vagy bármilyen sportot tűzöl, na akkor top leszed, de hogyha ezeket a szarokat szered, akkor nem csinálkozz, hogy semmi használni ezt a terméknek, nem fogsz egy kiló, egy gram se, gram izom se rád jönni. Vajon srácok, tudjátok, van ez a ilyen, föl kell csatni ilyen öv, és akkor melegít, izzasz, akkor elvég ezzel izzasz a zsírpálmákat. Csak azt mondom, hogy ez egy akkora fasság bullshit, mint annak a rendje, mivel ilyen nincsen. A zsírt csak úgy tudod lemozogni, hogy sportolsz, hogy mozogsz. Futsz, vagy kézilabdázol, vagy röplabdázol, vagy valami küzdősportot csinálsz. És csak ebből jön le, ebből tudsz izmot építeni, nem abból, hogy fölteszed ezeket a csodaöveket, és akkor már le fogsz fogyni. Ezt hogy gondolják? Hogy gondoljátok ezt? És komolyan bevezetek ezt a bullshit fasságot, hogy fölteszem az övet, azt akkor le fogok fogyni, mert király, melyen termék. Ilyen termék nincsen. Mozogja egy büdös gyökér, ahogy a belga számban mozogja egy büdös geci. Kicsit elnézést a drága szakért, de csak így tudom. Ezek a lustáknak találták ki, tuti. A hülyéknek, akik beveszik ezt, hogy az ilyen termékeket tudnak fogyni. A másik, hogyha fogyókúra, nem fogsz, lehet, hogy végül veszed, de bizony a fogyókúrás termékeknél, ha már itt tartunk, ha már az ilyen izomépítés fogyókúra, ott is ugyanez van, hogy beveszedsz egy bogyót, és akkor lehet, hogy ez stresszezéséget, meg a fogyókúra hasznos, de fogyókúrát mozogni is kell, mert ha simán fogyókúrázol, akkor ennek semmi haszna nincs, mert kb. Azt jelent el, hogy fogysz mondjuk 5 kilót, és akkor amikor nem fogyóz, akkor fölszedsz, ugyanannyit visszaszedsz. Én meg például, én most fogyókúráztam, most vagyok 85 kiló, 86, 86-ja, 86 kiló, 87 kiló között szoktam így ingázni. És ezt tartom, ezt a súlyt. Miért? Mert mozgok. Edzésre megyek. Ezre azt gondolkodtam, hogy még itt is edzek, de azért nem tudom, sikerült eljutnom, hogy itt is edzés is legyen, mert nem volt nagyon időm rá. Nem volt kapacitás rá. Most majd... nekiállok tényleg, mert... nem állapot, hogy itt nem mozgunk semmi, nem mozgás hiány van. Ez nem működik, hogy meg izomot kell építeni. Csak úgy tudsz izomot építeni, hogyha elkezdesz mozogni, akármit, bármit csinálsz. Még a kocogás is jó, vagy a séta. A séta nem tudsz izomot építeni, csak mondjuk jó, fogyásnak jó, kezd mondjuk egy kicsit pufi vagy, akkor arra jó, hogy úgy kell elkezdni így, hogy kicsit többet mozgol, elkezded kicsit sétálgatni, aztán kialakul. Ugye, amúgy igen, így van, mert anélkül
Nem tudsz, ha nem mozogsz, akkor még a fogyók, semmi csoda fogyókú nem fog lefogyasztani, hanem ugyan kövér maradsz, vissza fogod szívni ugyanazt a mennyiségű kalóriát, ugye szerintek vagy kal mennyisége. Még azt bizonyítok, hogy nem a kalória alapján, mert ez egész lényegtelen, úgy mondom, hogy kalória, hogyha x mennyiség kalóriát viszel be, és akkor annak köszönhetően, hogy x mennyiség kalóriát beviszel, akkor utána összeleg fogyni fogsz, mert kevesebb viszel be, mint egy nap. És így én is így csinálom, vagy így csináltam, most így csinálom a fogyókúrát, de akkor is ez így nincs értelem, hogy nem mozgok mellette, akkor lehet, hogy fogysz egy-két, volt ilyen, volt nekem ilyen, akkor nem mozogtam, mert nem volt edzés, akkor azt csináltam, hogy fogytam olyan 1 kilót, vagy 2-t, lehet 87 kilóra, és utána nem, ez visszament. Elkezdtem és visszament, akármit csináltam, akármit, ha ezért répát ettem, ha uborkát ettem, ha gyümölcsöt ettem, mindent ettem, bármit ettem, visszajött. Akármit csináltam, nem tudom mit csinálni. Szóval szerintem ezek a kinyúlom magam így, meg úgy nem fog működni. Fogadjátok el. Na, ennyit erről. Szaszián.